16 éven aluliak számára nem ajánlott. A Budapest Noir című film volt műsoron az Óbiök, azaz Óbuda Békésmegyeri Ifjúsági Önkormányzatának márciusi filmklubjában, az Eurocenterben. Évente 5-ször rendezik meg az önkormányzat támogatásával ezt az ingyenes programot. Magyar filmeket vetítenek az előzetesen a Facebookon regisztráló középiskolásoknak. A diákok a vetítés után az alkotókkal, színészekkel beszélhetik meg a látottakat. Ez egy nagy lehetőség a diákoknak arra, hogy megismerik a magyar filmeket, illetve nincs máshol lehetőségük arra, hogy esetleg rendezőkkel vagy színészekkel beszélgessenek. Ez egy különleges kultúrélmény, amiben nekik részük van. Budapest. Valakinek a halál, valakinek a fények városa. A Ragályi Elemér, amikor már helyszíneket kerestek, és igazából nem találták meg a főszereplőt, ez a történet, legalábbis én ezt hallottam erről, akkor állítólag látott engem ott a Nagymező utcában, hogy kávézom kint, meg cigizem, meg valamit intéztem éppen, és akkor ő mondta, hogy miért nem keressük meg a Kolovratnikot, mert hogy neki milyen testhez álló ez a szerep, és akkor így fölhívtak. Nekem meg tök jól esett az, hogy fölhívtak megint egy szerep kedvéért. Érdemes tehát követni az Ifjúsági Önkormányzat Facebook oldalát, hiszen innen kiderül, milyen alkotást lehet megtekinteni a következő filmklub alkalmával.